amit politikai újságíróként Magyarországon el lehetett érni, azt szerintem ő elérte. Ráadásul igen fiatalon. Tulajdonképpen nem is nagyon tudok mondani, nagyon, sőt, nagyon keveset, rajta kívül sokat, olyan magyar televíziós, akit látva az jut az ember érzése, hogy mondjuk a BBC képernyőjén is feltűnhetne. 2009-ben a televíziós karrierét felfüggesztette, íróembernek állt, és én már egy ötkötetes szerzőként köszöntöm Bárdos Andrást. Nagyon kedves vagy, köszönöm szépen. Szerinted az írók közt te vagy a legjobb televíziós, <laughs> vagy a televíziósok közt te vagy a legjobb író? Igen, ez kínos. <laughs> <Ezt> tudod... <laughs> Vannak ilyen kollégák, ilyen, nem tudom, a szövegíró közt a legjobb tévé, és a tévé közt a legjobb reklámos, ugye Geszti Péterre szokták mondani. Nem bántva őt, mert ő mindenben tehetséges. Úgyhogy, úgyhogy erre a kérdésre inkább <laughs> inkább nem válaszolnék. De jó író vagy? Hát író sem vagyok, hát micsoda szó ez. ez. Ez, nem, ez nem, amit én művelek, az nem magas irodalom, ahhoz nem író kell. Ezek olyan, olyan történetek vagy olyan könyvek, amiket éppen a, nem is tudom, a, a, pillanat ihlet, hogy így fogalmazzak. Televíziósként azt tudom, hogy nem nagyon érdekelt, hogy mit írnak, vagy mit mondanak róla. általában a környezetednek nem is. Nem a felét. Érdekelt? Nem a fenét. Azt hallhattad esetleg rólam, hogy mindenkit megkértem, hogy nem mondja el nekem, igen, hogyha valamit mondottam. olvastak rólam. És én, sem, én is igyekeztem nem olvasni, de éppen ellenkezőleg, éppen azért, mert nem bírtam. Tehát nem tudom, mennyire, mennyire tudod, de, de jót ebben az országban, ugye az utóbbi egy-két évtizedben már senkiről nem, nem, írnak. Tehát az egy cikk, ha valakit lehet bántani. Azért téged nem nagyon bántottak. Nem nagyon. Nem nagyon. Ez így van. Engem ritkán bántottak, és akkor sem nagyon bántottak, de én azt a ritkát és azt a nem nagyon sem tudtam, el, se tudtam elviselni, és ezért ezért mindig azt kértem a barátaimtól, hogy bármit is olvasnak rólam, jót vagy rosszat, ne szóljanak, hogy olvassam el. És most szólnak, ha például irodalmi kritikákkal találkoznak? Nem, ez, ez változatlan. De tovább, változatlan, tovább, Továbbra tovább is az. nem szívesen olvasom, amit rólam írnak, igen. De hát furcsa, szabad Fogja. ilyen bőlére lesz, viszonylag? Furcsa dolog ez, amikor Vágó Istvánnal beszélgettem sokat, amikor készítettünk egy könyvet még tavaly, akkor az ő, ő kifejezése volt ez, hogy minket még szerettek. És ez ez egy nagyon bölcs gondolat. Tehát ő még elkapta a végét, én meg a legvégét annak a szeretetnek, ami Magyarországon egy ismert ember iránt megmutatkozott. Tehát nyilván nem hasonlítom már Vágó István sem Hannához, vagy Hofi Gézához, akikért rajongtak vagy Sinkovicshoz, vagy Bástihoz. De, de, még valami maradt neki, és egy icipici még nekem is a 80-as évek végén, 90-es évek elején ebből a szeretetből. Ma már azokat az embereket, akiket, akiket ismernek a tévéből, politikából, bárhonnan, nem szeretik. Neked nagyon fontos volt, hogy téged szeressenek? Nem tudom, fontos lett volna-e, hogyha már ebben a közegben ö, térek észhez, ami, ami most van Magyarországon de egy teljesen más, másik világban ismertem meg magamat, meg a, meg a szocializációt, meg, 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 a kultúrát, minden mást is. És, 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 igen, én azt szoktam meg, hogyha nem adok okot arra, hogy utáljon valaki, akkor az valószínűleg szeret. Nem unalmas neked manapság az életed? Megmondom, mire gondolok. Egy hírcsináló, aki azt mondta, azt mondta, tényleg az volt. Tehát a nap 24 órájában ezzel foglalkoztál, igen. annak nyüzsgés, pesgés az élete. Most tulajdonképpen azt kell eldöntened, hogy délelőtt vagy délután folytasd az előző nap félbe hagyott könyvedet. <gül> nem? <gül> nem. <gül> nem. Egyfelől tök jó lenne, másfelől meg, meg nyilván ez nem nekem való, de hát ez nem így van. Nekem nagyon sok tevékenységem van. A Színművészeti Egyetemen 12 órán van hetente ami ugye 12 óra maga az ott levés, meg az odajutás, meg a felkészülés már háromszor annyi ezen kívül rektorhelyettes helyettes is vagyok az egyetemen, ami, aminek a film Szakát teljesen átalakítottuk az elmúlt években, elmúlt három-négy évben, egy teljesen új, új főtanszak jött létre, új felvételi vizsgák, új szakok, hatalmas nagy akkreditációs munka. Rengeteg európai projektünk van, nem akarlak ezzel mutatni meg a nézőket sem, de hát valójában ez az én teljes állásom. Emellett van az írás, és emellett még van egy kiadó, aminek 50%-os tulajdonosa vagyok, és ez a kiadó idén 8 könyvet jelentetett, meg jövőre már kb. 20 fog, 15-20 még nem 100 biztos. Tehát nekem sose volt kettőnél kevesebb állásom, most sincs. A tévé nem hiányzik? Egy percre nem bántad meg? Olyan nehezen válaszolok erre a kérdésre, amit minden nap többször megkapok, van amikor a trollin, van amikor anyámtól. Nehezen válaszolok rám, mert nem hiszik el a válaszomat. Őszintén szóval én sem. Amikor, amikor vége lett a TV2-s kalannak, 7 év után, akkor olyan megkönnyebbülést éreztem, amire nem számítottam. Untad? Azért ezt unni nem lehetett. Tehát egy napi, napi 20 órás készenlétet, évi 365 napban, azt unni nem lehet. Ez a jó inkább. szó. Hát tudod, van ez a kiégés szindróma, a burning out, ami, ami úgy érzem nem jellemző rám, mert most is ugyanolyan szenvedélyel tudok dolgokat csinálni, mint 20 évvel ezelőtt de azt, hogy, azt hogy, hogy, soha egyetlen percre a telefonomtól nem mehetek el egy méter távolságra, mert hát, ha történik valami. Hát te hírfüggő voltál, mondjuk meg őszintén. Hát az ember, embert hírfüggővé teszi ez az élet, persze. Tehát nem biztos, hogy engem annyira érdekelt, hogy mi történik a politikában, mint amennyire kötelező volt nekem mindenről tudni. Te tudtad azt, hogy ez nem biztos, hogy normális? A szónak abban az értelmében én olyan történeteket hallok, hogy gyakorlatilag beosontál a, a dolgozó szobádba, és fél percig még megnézted, hogy nem tudom, hogy mennyi az euró forint árfolyam. Hát on online voltam tényegében mindig. Tehát éjszaka többször felkeltem, ez vicc. Éjszaka többször felkeltem, odaültem a géphez, megnéztem, hogy történt-e valami, mi van távol-keleti indexekkel, ha már ezt a példát hoztad, mire számíthatunk aznap. Hát ez egy teljesen beteges élet. Én élveztem, én szerettem ezt. Volt, amiről nagyon csúfosan lemaradtál? Életemben? Nem, ez alatt. Tehát, hogy három percig nem néztél rá az indexre vagy a CNN-re, és addig történt valami óriási dolog, és azt mondjuk bánod. Két esetem van, amikor valamiről lemaradtam volna. Az egyik, te nem tudhatod, Kes Csaba egy nagyon népszerű fiatal volt, és meghalt. És. Hát ennyi év után már ezt el lehet mesélni, ezt nem, nem szoktam, hogy akkor még a rádiósportosztályon dolgoztam, és azt hiszem 4-11-kor voltak a sporthírek, és fölvettem a sporthíreket olyan, tudom én, 4-10, fél 10 tájban, és elindultam haza, és valamiért arra gondoltam, hogy ezt, ezt, ezt nem lehet, ezt nem szabad, ilyet nem szabad csinálni, és visszamentem, és akkor még telex gép volt, és ott volt a telexen a hír, hogy meghalt Kesjár Csaba, ami akkor az év egyik legfontosabb leg sporthíre volt. Ez volt az egyik olyan eset, amikor majdnem nem maradtam valamiről, de aztán végül is nem. A másikat is mondjam el? Persze. Csak nem tudom, hány perc az adás Perc, van itt. Akkor locsoghatok. Az második János Pál halála volt. Pontosabban nem a halála. Ugye az történt, azt hiszem ez péntek este volt, hogy elterjedt a hír, hogy meghalt. És a, a, világ összes televíziója, majd, majdnem az összes televíziója bemondta. És mi ott álltunk a TV2-ben, és, és, úgy éreztük, hogy itt valami nem stimmel, várunk valami megerősítést a, a hírhez, és nem mondtuk be. És nem halt meg. Kiderült, hogy nem halt meg, másnap halt meg. De az összes tévében mondta. Az összes tévében rendkívüli adás volt, megszakították az adást, bemondták. A CNN-en is, úgy emlékszem. És mi nem, mi lemaradtunk. És az a furcsa, hogy ki is kaptunk érte. A szimatod vagy a szerencséd mind a kétszer kisegített. Jó, az, ez, 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 egyik se szimat, ez mind a kettő véletlen volt. Ha már ezt említettük, hogy hírfüggő voltál, ez kikophat az emberből? Ez elmúlhat? Hogy az ember fizikailag rosszul érzi magát, hogy, hogy nem tudja, hogy mondjuk Berlusconi hatalmon van-e vagy sem? Hát mondjuk én fizikailag rosszul érezném magam, ha nem tudnám, hogy Berlusconi hatalmon van vagy sem. Tehát azért ne, ne úgy képzeld el az életemet, hogy most akkor nem tudom, elolvasom a reggel az újságokat egy kávé mellett, és aztán másnap újra. Hát azért egy nap százszor, most is, most is. Akkor leszokóba vagy, mondjuk úgy. De igen, tehát nem vagyok egész nap online. Tehát most eljöttem ide, legalább egy óra volt még ideértem, itt vagyok egy órát veled, egy óra lesz még visszaérek, három óráig nem fogom tudni, mi történt a világban, és ez nem zavar ha politikai, mondjuk egy hírtévét indítanának, egy hírtelevíziót indítanának Magyarországon, és azt mondanák, hogy a te képedre formálhatod azt a hírtelevíziót. Belevágnál? Ugye megint nehéz előszintén válaszolni, hazudni meg minek hazudjak. Most azt gondolom, hogy nem. Aztán persze, hogyha itt lenne, akkor ki tudja, ki tudja mint a csataló tudod a trombita hangjára, hogy mit, mit éreznék, meg mit, mit élnék át. Most azt gondolom, hogy ilyet én már soha többé nem fogok csinálni televíziózni, azt már nagyobb valószínűséggel mondod. Hát ugye? 47 éves vagyok, nem vagyok annyira öreg szerintem. Akár most is kezdhetném a pályát. Sőt, Vannak, akik, persze. akik, akik 47 kezdik. évesen fedezték fel. Tényleg? Na, ezt mondogatni fogom azon túl. Tehát még, még, még nyilván beleférne egy-két dolog az életembe, hogyha ha lesz majd egyszer olyan televíziózás, ami, ami, amiben én feltalálom magam, mert az én tudásom kellhet, akkor, akkor és szükség lesz rám, akkor mi, miért ne? Biztos nagyon lelkes leszek. Mit csinálnál, mondjuk vízműsort? Vagy beszélgetős műsort? Mint a Szatelliten? Nem tudom, nem tudom. Nehezen fogunk tudni erről beszélgetni, mert semmi sincs a fejemben tévével kapcsolatban. Tehát a számomra a tévé most már nagyon hosszú ideje, ha hiszed, ha nem. Annyit jelent, hogy mikor kezdődik a Real Madrid meccs. Csak meccseket nézel gyakorlatilag? Lényegében csak. Mennyit nézel naponta? Meccset? Igen. Hát mennyit néznék, vagy mennyit nézek? Gyakorlatilag kimeríthetetlen lenne. Én nem tudnám ezt megunni. Attól rettenetesen szenvedek, hogy nem jutok hozzá az angol meccsekhez. Ez, ez kiborító, ez, ez nem so, a világ nem sok országában van. Hogyha te angol meccseket akarsz nézni, akkor nem tudsz. Ez nagyon-nagyon ez, ez rossz. Ö, amúgy meg, meg azért, hogy a családot ne robbantsam teljesen szét, van egy megállapodás, hogy mondjuk az Újpest meccseit mindig megnézhetem, a Real Madrid meccseit mindig megnézhetem. És ezen kívül még hetente egy-két meccset. szóval azért mondjuk heti négynél többet nem. Ja, az még vállalható, az még nem olyan jó? Orosz, én szóval. nekem a nyolc is beleférne. Ha már a sportot említetted. Jól tudom, hogy te sport újságírónak készültél, sőt, sport újságíróként volt, hanem, dolgoztál persze. a Magyar Rádióban. Egyébként hozzá én is közvetítettem Gomfoci bajnokságokat, úgyhogy <laughs> én megértem kezdeni? ezt. A... a fiam is közvetíti. A fiad is közvetíti. 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 Oké, vasasban játszik, tehát a kisebb? Igen, igen, igen. E milyen sportriporter voltál te tulajdonképpen? Én megmondom őszintén, nem hallottalak téged a rádióba közvetíteni. jó sportriporter lehettem volna. Ki lennél ma te? A magyar no, rádióban. nem, ma nem, nem Gábor, Nem, kiklusek? ma nincs, nincs, nincs az a világ. Hát nem lehet összehasonlítani. Nincs, nincs az már. Amikor én 1984-ben, 20 évesen, 20 évesen elkezdtem a rádiós sportosztályán dolgozni, akkor még egyszer-egyszer beszállt Szepesi. Novotni, Vas, olyan, olyan elképesztő tudással dolgozott szabályok tengerét tanultam meg tőlük, hogy mitől lesz egy közvetítés jó. Amiből most is élek, mert ezt, többek között ezt is tanítom az egyetemen, hogy hogy én alkalmatlan lennék a mai sport sportközvetítésekre. Milyen értelemben? Hát nézd, én, 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 én valószínűleg feleslegesen megtanultam nagyon-nagyon sok mindent. Megtanultam azt, hogy aki nem tud mondjuk legalább két vagy három nyelven interjút készíteni, az nem menjen sportriporternek. Megtanultam azt, hogy akinek szoprá hangja van, vagy legalábbis magas, az nem menjen sportriporternek, mondjuk a gól van, akkor fölcsúszik a hangja, és sikutazni fog, és ez zavarja a nézőket. Megtanultam, hogyan kell közvetíteni, hogyan kell egy meccsre felkészülni, hogyan kell egy jegyzetet elkészíteni, hogyan kell az idősíkokat váltogatni, és most órákig tudnám neked mondani, mi mindent tanultam meg. És az idő azt mutatja, hogy ezekre a szabályokra nincsen szükség. A, a, az én kollégáim tudnak ezek nélkül, a szabályok nélkül is, is boldogulni, nyelvtudás nélkül is, beszédtechnikai tudás nélkül is, az, az, az én értelmezésemben látványos, látványos hibákkal is. De minthogy, minthogy fölismerik a játékosokat, rengeteget tudnak a fociról, szeretik őket a nézők, miért gondolnám, hogy én jobb voltam? Nem gondolom. Úgyhogy én csak azt gondolom, hogy amit én ott megtanultam, az ma már nem használható tudás. És milyen volt tehát, harsány? tehát ilyen szepesi módjára közvetítettél, vagy mondjuk mind a tényekbe, tehát ilyen tényszerű. nyilasi, ebedli, hát Ugye itt, itt, ennek a, de ebben nem menjünk bele, mert ennek sosem lesz vége, ugye ennek a szakmának, a, a, tudósítói, közvetítői szakmának az a lényege, hogy a meccs ritmusát kell átvenned. Tehát azt a ritmust kell visszaadnod, amit, amit látsz. Hát, hogyha, persze nem teljesen, mert ha túl gyors, akkor nem lehet kapkodni. Hogyha ha túl lassú, akkor nem untathatod a nézőt de hát végül is a dolognak a dinamikája adja meg a közvetítés lényegét. De csak mondj egy embert, mondjuk egy Novotni Zoltán fél a hangütés, vagy Vas nem, István Ana. Zoltán? Vas István Zoltán. Novotni Zoltánnál én dinamikusabb voltam, kicsit harsányabb voltam. Vas István Zoltánt próbáltam utánozni. Tehát nem, is, nem is titkolom. Őt próbáltam utánozni, de őt persze nem lehetett utánozni. Hozzá képest mennyire voltál középszerű, vagy gyenge? Hozzá képest majdnem mindenki középszerű volt. Neked ő volt a bálványod, a sportriporter? Mindenkinek ő volt a bálványa. Az István Zoltán olyan nagyon sokat tudott a, a, a rádiós sportközvetítésről, olyan elképesztő tudása. Mondok egy példát. Három től héttől hétig zajlott a sporthiradó. Nagyon fontos műsor volt, sokan hallgatták. És ö, bementem hozzá, sokat néztem hogy nagyon sokat voltam vele, hogy tanuljak bementem hozzá, és tudod, mi volt előtte? Gondoljál egy negyedórás sportiradót, ugye a röplabda eredmények, kézilabda eredmények, foci eredmények, 15 felkonferálás, tudod, mi volt előtte? A... Egy szendvics. Igen. Igen, egy szendvics, aminek le volt vágva a héja. Azt nem tudom, hogy a héját, hogy nem szerette a szendvicsnek, de le volt vágva. A... Ez volt előtte. És tudod, mondta, hogy nem tudom, ni nem, nem, nem tudok már ilyen röplabda csapatokat, mint te. eger, nem tudom, három kettő. És mondta végig, és néztem, hogy mi van a szendvicsben. Szóval, hát, igen, szóval azért az, nem akarok nosztalgiázni, mert a maiak meg más tudnak, de ő egy öt tényleg volt. Miért hagytad te ezt abba? Tehát a Mert Megszűnt a sport. A magyar futball szűnt, meg úgy, ugye a magyar sport. sport. A magyar sport. Hát azt lehetett lehetett tudni a, a 80-as évek végén már, hogy nem sikerült az átalakulás a magyar sportban. Ugye ez nem, nem akarok sokat okoskodni. Volt egy olimpiai pontrendszer itt évtizedeken át, aminek az volt a lényege, hogy akkor, hát ki vagyok gombolva, miért nem szólsz. hogy, Én, hogy általában kiszoktam hát, nem hogy ö, e, akkor dicsérték meg a sportvezetőket, ha olimpiai sportágokban sok pontot szerzett a magyar sport. Ezért aztán többek közt ezért elment a magyar sport a könnyű ellenállás irányába, olyan sportágban voltunk, vagyunk jók, ahol kicsi a kompetíció, a verseny. Ugye hát a vízilabda lényegében ma már Balkán bajnokság. A, a kajakkenő az 10-15 ország, maximum 20 ország sportága, és a kötött fogású be jók voltunk. Az öttusa, ami hát szinte megszűnt már. Mi ezekben a sportágokban voltunk jók, és az világos volt, hogy ezek a sportágok nem életképesek mert hogy nem, a média nem tudja őket fölkarolni, akkor nem lesz szponzor. Lehetett tudni, azt is lehetett tudni, mindenki tudta, nem voltam okosabb, mint a többiek. Azt is lehetett tudni, hogy vége a magyar focinak, hogy itt évtizedekig nem lesz magyar foci. Ha ma lenne magyar foci, mondjuk akkor nem romlik kell, lehet, hogy végérvényesen, és a magyar sporttal nem történik az, ami történt. Akkor lehet, hogy a mai napig sportriporter vagy? Sőt, szinte biztosan ez kijelenthető? Ki? Ez egészen biztos. Én, én egész életemben sportriporter akartam lenni. Tehát először kukásautós, ezt a három koromtól már Vas István Zoltán akartam lenni. Tehát én, nekem volt egy visszatérő álmom kamaszkoromban. Rendszeresen álmodtam, hogy elvisz engem az ülői útra, és bemutat, hogy a gyakornokom És Képzeld el, pár hete voltam a rádióban, és valamiért szimpatizált velem, és megkérdezte, hogy nincs -e elmenni vele a meccsre. Ha, ha, ha. Nem is mondtam el neki, hogy én, én, egy évtizedre ezt álmodom, és az ülői útra ment, és képzeld el, bementünk, ott, ott volt a fülke, és szembe jutott, bemutatott, hogy a gyakornokom. Ez, ez egy olyan olyan hihetetlen történet, amit nem szívesen mesélek, mindenki azt hiszi, hogy kiszínezem. De nem színezem ki. Hogy jött aztán a politikai újságírás? Tehát a televízióba, amikor átmentél, nagyon fiatalon, jöhettet volna és követhette volna egy televíziós sportriporteri pályafutás. Hogy jött a politikai hmm, újságírás? Meg sem, igazából meg sem próbálkoztam a tévés sportriporterséggel. Engem a rendszerváltás dobott fel, előttünk lényegében kiesett ugye két generáció. Mi akkor voltunk 21 néhány évesek. Nézzétek, mi nem voltunk ügynökök, vagy kevés ügynök volt köztünk. Nem kompromitálódtunk, nem voltunk pártagok, nem volt az, meg az a kapcsolatrendszer, ami esetleg ártott volna. Tehát szűz új emberekkel lettek, ez teljesen nyilvánvaló. Egy új ország, új emberek kellenek a tévébe. Ez engem fölkapott, földobott, és, és magához húzott ellenálltam egyébként egészen 94-ig, amikor, amikor, az Objektív című műsorba hívtak. Lényegében az én politikai újságírói pályafutásom akkor kezdődött. Persze voltak addig is próbálkozások a rádió krónikában, meg itt-ott, de valójában 94-től voltam én politikai újságíró. Azt mondta a televíziós pályafutásodról nagyon önkritikusan, hogy nem voltál televíziós szempontból átütő tehetség. Ez segíts egy kicsit értelmezni, definiálni, ki az átütő tehetség. Tehát mondjuk Friderikus Vitrai az átütő tehetség, és ehhez képest te nem voltál annyira átütő? Mondok neked egy átütő tehetséget, Pálfi István. Ő egy átütő tehetség. Tehát ő bármilyen körülmények között úgy volt képes egy híradót prezentálni, hogy érdekelt, amit mond. Akár készült, akár nem. Én, én ezzel nagyon hamar elszámoltam, hogy én nem ilyen vagyok, hanem nekem készülnek, el, nekem dolgoznom kell, hogy te is megtisztelsz azzal, ami nagyon hálás vagyok, és, és jó is tesz, hogy fölkészültél, olvastál újságcikkeket, esetleg érdeklődtél. Én ezt, én ezt a, hogy mondjam, a, a, a fokozhatatlanságig fejlesztettem. Tehát én, én lényegében egész nap készültem. Ezzel én is úgy vagyok, de én egy picit máshogy látom ezt a szónak abban az értelmében, azt szoktam példaként felhozni, hogy egy színész sem szoktak Megdicsérni azért, hogy tudja a szöveget. Szerintem ez a minimum, ha valaki leül 50 percre Hú, drága valaki, barátom. Tudom én, hogy naív vagyok, ilyen formán. Nem, de... vagy naív, hiszen pontosan tudod, hogy ez, ez, ez ritkaság. Ritkaság, de azt hiszem elvárható mindenkitől. Nem, nem tudom. Szóval ott tartottunk, hogy nem érezted magad igazán tehetségesnek ahhoz, hogy átütő televíziós személyiség legyél. Ezért jött, úgymond a szorgalom. És úgy gondoltad, Igen. hogy akkor. Igen, igen. Maximális a szorgalom meg a tudás. Emberi tudod, emberi. mint a sakkozók. Hogy, hogy ismersz sakkozókat? Igen. Ugye a sakkozók azt mondják, hogy, 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 okosak. Okosak. De nem feltétlenül. Tehát így a mindennapi életben nem, nem annyira okos emberek, által, most nem egy sakkozóról beszélek, általában a sakkozók nem annyira okosak, hatalmas a tudásuk. Ugye tudják, hogy nem tudom én, kramnyék ebben a helyzetben, nem tudom mikor, és beugrik, és akkor lépnek és én ezt a fajta tudást próbáltam megszerezni, hát, hogy, 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 a fejemben legyen, hogy melyik helyzetben mit kell csinálni. És, és mint hogy végül ez is csak egy szakma, a szabályrendszerét meg lehet tanulni. Te ilyen magad kívülről látni képes ember voltál, aki pontosan felismered, hogy mik a korlátaid? Valamiben igen, valamiben nem. Tehát azt, 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 azzal, azt, én tudtam, hogy én odaülök a kamera, elkezdek beszélni, nem fognak eldőlni a nézők se a rögéstől, se a sírástól, se az érdeklődéstől. Tehát nekem fel kell készülni arra, hogy mit fogok mondani. Egy ilyen ráeszmélés, amikor az ember rá... Nem ráeszmélés, hát ez, ezt az ember tudja magáról, hogyha szemben néz. Ú, de szerintem de sokan nem tudják. Sokan nem tudják. Sokan nem tudják. Ha már itt tartunk, tényleg érdekelne, hogy lehet, hogy patetikus kicsit a kérdés, de mi hajtott, vagy mit kerestél te a magyar médiába? Elmondom, hogy mit gondolok erről. Nem éreztem benned azt, hogy ilyen minden áron győzni akaró becsvágya, tehát, hogy én legyek a legjobb. Nagyon sokan csinálják ezért. Azt szerintem borzasztó távol áll tőled, hogy a népszerűség hajházat miatt csinált. Nem hiszem, hogy azért csináltad, hogy megismerjenek a kávézóba, és az utcán összeszaladjon az utca népe, hogy te ott megjelensz. Nem vagy magamutogató akkor miért csináltad? Mit élveztél -e ebbe? Hát, hogy mit élveztem, arra már nehezen emlékszem. De azt tudom, hogy miért csináltam. Miközben azok a, azok a korosztályos társaim, meg sorstársaim, akikkel egyet, együtt kezdtem ezt a szakmát, sorban lemorzsolódtak és lett belőlük üzletember és gazdag ember. Engem egy dolog vezérelt, hogy én legyek, én legyek a legjobb hírszerkesztő. Tehát igen, ennyi. Én akartam lenni a legjobb hírszerkesztő. Ez, Ez volt a vágyam. Igen, volt az életemnek egy szakasza, amikor azt gondoltam magamról, hogy ma Magyarországon én vagyok a legjobb hírszerkesztő. Ez melyik időszak volt? Hát volt egy jó korszakom 2000 táján, előtt. Ez az RTL-es időszak? 2000 ben igen. És volt egy jó korszakom azt gondolom a, a 2000-es évek első felében is. Sőt, ha már 13, itt tartunk, a miniszterelnöki viták. Én nagyon fiatal voltam 98-ban, 11 én én éves. 34 évesen vezetted életed, nem életed, Magyarország első miniszterelnöki vitát. Elképesztő, elképesztő nagy dolog volt, hogy ott két miniszterelnök vitatkozott 2002-ben. Én nem emlékszem, hogy előtte, hogy volt-e, azt nem tudom, hogy utána nem volt olyan forrongó belpolitikai kampány, mint akkor, az biztos. Mégis benned egyetértettek a felek. Föltetted magadnak azt a kérdést? Erről jött eszembe, hogy miért rád esett a választás? 34-38 évesen? Igen, én, én, igen, persze, és ö, volt válaszom, hogy azért, mert valakit, mert, mert, mindenkit kilőtt valaki. Én meg tudod, nem voltam úgy útban <laughs> igazából senkinek, remélem. Ezt te gondolod vagyok. így, vagy ezek voltak a visszajelzések? Nem, se. nem tudom, sose fogom megtudni. Ez nem úgy működik, hogy informális csatornákon avatódjunk be egy picit, fölhív valakinek, a kabinet főnökének a valakie, és azt mondja, hogy te András, a, nem tudom kicsoda, a Péter benne van. Tudod, a, a beszélgetés elén arról beszéltünk, hogy én mindenkit megkérek, hogy ha olvas rólam valamit, akkor nem mondja vissza. Én ugyanígy vagyok az, hogy nem mondja vissza, ha rólam valamit. Tehát én nem tudom, hogy rólam ki, mikor, mit mond, vagy mondott. Ami furcsa helyzet, mindenki azt hiszi, hogy tudom. Tehát ő mondott valahol valamit, és biztos benne, hogy én ezt visszahallottam. Én soha nem, semmit nem hallok vissza mert hogy mindenki, aki szeret, megkérek, hogy ezt ne tegye velem. Butaság ugyanis, nem szabad ezekre a mondatokra odafigyelni. Tehát például emlékszem, hogy akkoriban Ágatilla nagyon diszkréten, aki 98-ban a Horn Orbán vitát szervezte a közgázon, politológus professzor, nagyon szeliden utalt rá, hogy milyen típusú viták voltak a moderátor személye és az én személyem körül, és, és, én, és én, nem, nem, nem akartam valami, nem figyeltem rá, és nem is emlékszem már, mit mondott. Ö, de, de én azt szűrtem le ebből, hogy mindenkivel szemben volt valami érvelem szemben meg nem. Azért az nagy dicséret. 34 évesen de, szerintem... Hát figyelj, dicséret is, meg nem is, mert ugye azt is mutatja, hogy langyoska a srác. Tehát azért, azért lássuk be, hogy, hogy az én generációmat jól átverte a történelem. Mi azt hittük, hogy akkor vagyunk jó fejek, ha középen állunk, biztos ismered ezt a kifejezést, középen áll Hát ez egy nagy szamárság. Valójában nem szabad az embernek mindig azt keresni, hogy éppen, most nem kifejezetten politikáról, általában beszélek, melyik a két pólus, és akkor beállni a kettő közé, pont És ha egyik arrébb megy, hopp, én is arrébb megyek. Azzal, vagy kellett volna foglalkozni, hogy mi az igazság, nem azzal, hogy ki mit mond. Nagyon sokat ártottunk ezzel szerintem Magyarországnak. Én is. Én azért mondjuk, ha tényeket néztem, politikai állásfoglaláson soha nem kaptalak. De egy szemhunyorításon, egy fejbiccentésen, egy gesztussal. De nem lényegi kérdés Nem lényegi kérdésekben, de mindig elárultad, lesújtó, avagy nem túl építő. De elményed. nem lényegi kérdésekben. Tudod, ez a, ez, a, ez a gyávaságnak a minősített formája, amikor az ember odaüti, ahol a másiknak nem fáj, hogy ne legyen ebből nagy, nagy fájt, nagy, nagy box. Ez bánod egy picit, hogy nem voltál gyávában a korábbi időszakban? Nem voltál nem... bátorabb, bocsánat. Nem tudom, hogy, hogy ehhez bátorság kellett volna, inkább tudnom kellett volna, amit ma már tudok, hogy, hogy ez nem helyes. Tehát ez nem ez nem, nem tisztességes a, a közönséggel szemben, ez az örökös, örökös tekingetés, hogy most akkor én pont középen a kettő között. Ismét nem politikáról beszélek, politikáról is, minden másról is. Tudnál mondani olyan publikus történetet, amikor úgy érzed, ma már visszagondolva, hogy igenis akkor neked, ha csak finom formában is, de határozottan, a állást kellett volna foglalnod? Finoman? És akkor nem tetted meg? Tehát ami téged mondjuk bánt ilyen formán? Hát igen, van ilyen. Állást foglalni nem lehet egy hiradó, hiradós nem foglalhat állást. De, de mégis talán, talán fontos dolgokat nem mondtunk el ott, ott 2006 és 2010 között, úgy érzem. A tényekben? Igen, 2009-ig voltam a tényekben, tehát csak arról tudok nyilatkozni. Nem azért nem mondtuk el, mert, mert nem... nem akartuk elmondani, hanem mert nem voltunk tisztában vele. De mindegy ez már. Mindegy ez már. Úgy, úgy érzem, hogy, hogy ott egy kicsit karakánabbnak kellett volna lenni. Jobb lenne a Magyarország, hogyha, 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 akkor mindenki kicsit karakánabb lett volna. Azért az De ez hagyjuk fél? ezt az RTL-es időszakot te meglehetősen karakán voltál. Az akták, az RTL klub Igen. híradóvezetése kapcsán én úgy informálódtam, hogy gyakorlatilag minden áldott nap kaptatok valamit, vagy személy szerint te kaptál, befújta, szokták ezt mondani, hogy a szél a levélszekrényedbe, Igen. általában valamilyen dehonestáló felvételt, aktát. Igen neves politikusokról is akár. Ki döntött arról, hogy azt te például bemutatod-e, vagy sem? Te hírigazgató, szemében? amíg volt, Kretsz Tibor volt a hírigazgató, amikor ő már nem volt hírigazgató, és én ültem a székébe egy nagyon rövid időre, akkor megél. Milyen szempontok jutottak érvényre egy, -egy Újságírói. Kapcsán? Újságírói. szempontok. A politika soha nem próbál befolyásolni? Te Azt... éppen, éppen, most, most beszélgettem valakivel, egy újságíró kollégával, aki elmondta, hogy ő el, egyszer elhagyta a szakmát, mert ő, ő azt nem tudja csinálni már, hogy megmondják neki, hogy mit írjon, mit ne írjon. És mondtam neki, hogy olyan furcsa, én ezt több mint 25 éven át csináltam, és igazából nekem nem, nem sose próbálta senki megmondani, hogy mit mondjak be, vagy mit nem mondjak be. Tehát például volt a, volt a Tv2-nek egy, egy kereskedelmi igazgatója, aki később vezérigazgató lett, Várdi Zoltán. Ugye az volt a szabály, hogyha a TV hirdetőjét érintő hír akad a kezünkbe, akkor azt jelezni kell a kereskedelmi igazgatónak. Ennyi. És én minden alkalommal, amikor valamilyen komoly céget érintő pozitív vagy negatív hírt kaptunk, akkor felhívtam Várdi Zoltánt. És mindig mondtam neki, hogy ez a helyzet, és akkor mondta, hogy nagyon szépen köszönöm, arra kérlek, hogy az újságírás szabályainak megfelelően járjál el. Ez volt a véleménye. Úgyhogy én, 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 ilyen történeteket tudok mesélni, nagyon szívesen mesélném azt, hogy ki hogy próbált engem rávenni erre vagy arra, de az igazság az, hogy hát szerintem ilyen, ha három volt életemben, hogy, hogy valaki oda jött hozzám, vagy fölhívott, és azt nem szerint ez másként kéne látnom. De, de súlytalan ügyek voltak. Akkor, amikor kaptad ezeket a dossziékat, akkor neveket nyilván nem fogsz említeni, ne is említs, de lehet, hogy csak sok krimit nézek, de ezt úgy kell elképzelni, hmm. hogy adott esetben egészen intím szituációknak is tanulja lehet kérdvideókazetten, igen? igen? Ahol mondjuk történetesen nem a feleségével hancúrozott a politikus, az illető politikus? Hancúrozás is volt. Igen. <laughs> 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 Hancúrozás is volt. Sok minden volt. Kuplerá is volt, sok, sok, sok minden láttam. Nagy tudója vagy akkor, így a 2000-es éveket illetően. Hát ezek a titkok azért erodálódnak, de azt kell mondjam, hogy tíz évvel ezelőtt még, még, <laughs> még ha valaki elrabolt volna, kaphat volna értem pénzt. Ha már ezt említed, az már barokkos túlzás, hogy volt olyan időszak, elsősorban az olajbotrány idején, amikor testőröd volt, autós üldözésben volt részed, kvázi veszélyben voltál? barokos barokkos, picitúzás de akkor, akkor volt, egy pár, volt egy pár hónap, amikor, amikor éles volt a szituáció, az igaz. Féltél? Túl fiatal voltam az, hogy féljek. Túl, túl elszállt. Túlságosan na nagy embernek hittem magam ahhoz, hogy féljek. Ha már ezt említem, hát most lehet, hogy nem fogom szó szerint idézni, de megkeresem. Igen, azt mondtad egy interjúban, borzasztó önkritikusan, és önostorozóan meglepődtem. Tahó voltam, egy homisítatlan bunkó, úgy éreztem, hogy nekem minden jár, rájöttem, hogy egy szarházi vagyok, aki egy csomó embert tett tönkre maga körül. Hát ez valóban kicsit tönkre. Na néz ide, volt egy eset, amikor megkaptam a feladatot, hogy nem tudom én, minden 12. embert ki kell rúgni egy munkahelyről. És hát sajnos ugye Magyarországon van egy ilyen szokás, hogy amikor ezt valaki megtudja, akkor elmegy betegszabadságra. Ugye? Hát ez ugye csalás. De ezzel nagyon kiszúr a munkahelyen. Én meg azonosultam ezzel a munkahelyen. ezért azt találtam ki, hogy ezeket a kollégákat, akik nem is, mint Budapesten laktak, behívtam egy értekezletre. Ott ültek az értekezleten, akkor átadtam nekik a felmondásukat. És én büszke voltam rá, hogy ezt így csináltam, hogy én ezt így megoldottam. De most visszagondolok rá, azért ez elég ciki, nem? Képzeld el, följössz egy... Nem följössz, hogy följössz, feltétlen humánus, de ha lojális ezért. vagy, ha lojális vagy azzal a céggel, akkor milyen más eljárás lehetett volna még rendszerbe iktatni? Hál' Istennek erre a kérdése már nem kell válaszolnom, lehet, hogy soha többé. De azért ilyet, ilyet az ember nem csinál. Ezeket szégyelled? Igen, ha persze, hogy szégyellem. Hogy ne Szerintem több dologra lehetek büszke az életben, mint amennyit szégyellem kell, de, de ha erről kérdezel, hogy mi mindent kell szégyelnem, akkor még nagyon sokáig tudunk beszélgetni. Egy picit akkor el is hitted, te, volt egy ilyen hogy csak ezzel az idézettel jöttem elő, el is hitted egy picit, hogy te fújtad a passzát szelet? Megszédültél a siker? egy meggyőződésem volt, ez több, 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 korszakában az életemnek, hogy, hogy én egy kivételes személyiség vagyok. Mondasz erre egy példát, hogy amikor, amikor úgy tényleg... Igen, mikor átkerültem a, a tévébe, a magyar televízióba 1991-ben, és jól csináltam. Én akkor, akkor esti műsorokat vezettem, délelőtti műsorokat, rettenetesen fiatal voltam. Én 64 ben születtem, 9 27 éves. És ugye ott dolgozott mellettem Déri János, Antal és Endre Judit, és még nagyon sokan. És nem, nem, voltam rossz. És ők, ők is azt mondták, hogy nem vagyok rossz. Akkor például azt gondoltam, hogy hát ez, ez menni fog. Mondjuk fiatal, sikeres, jóképű férfiként a nőkkel való kapcsolatodban is időnként úgy jártál el, mint egy Tehát, hát aki A jóképűt azt mondjuk nem, nem erőltetném, a fiatalt és a sikerest azt elfogadom. Dzsigoló? hát nem voltam mindig tisztességes, az biztos. Leszakítottál minden így. gyümölcsöt, és mondjuk nem szakítottam módon. le minden gyümölcsöt. Most azért már hagyjuk abba ennek a rémképnek a festését. Tehát nem, nem vagyok egy bosztoni folytogató, vagy egy hasfelmetsző jack, sose voltam, de hát persze sok emberi helyzetben gondoltam azt, hogy nekem több jár, mint a másiknak. Én megengedhetem magamnak, ő nem. Kibillentett ki ezekből a szituációkból. Volt valaki, aki szólt, mondjuk mindig a, a kudarc? kudarcok. Mindig a kudarcok. Az én életemben voltak nagy bukások, ami nem azt jelenti, hogy szakmailag megbuktam, hanem olyan helyzetbe kerültem, amit nem tudtam vállalni. És, és nekem ilyen egy-két éves nagy-nagy szüneteim voltak a karrieremben. És ezek, ezek, ezekből mindig, mindig jó kedvűen, vidáman, és egy kicsit kevésbé tisztességtelenül kerültem ki. Úgy fogtad ezeket fel, mint mondjuk a sors kezét? Ezeket a... Ha, így is lehet mondani, de nem lennék ilyen patetikus, de... de de nem estem soha kétségbe, és, 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 mindig tudtam, hogy ez hasznomra válik. Találtam még egy nagyon érdekes dolgot veled kapcsolatban, ugorva egy nagyot az időbe. Az igaz, hogy neked volt egy olyan korszakod, amikor úgymond ricsés voltál, válig, válik, hát lehet, hogy meddig ért a hajad? Na, hát középig. Hát középig. Ne képzeld el. <laughs> Babos kendőd volt, és nem tudom, hogy szakadt farmerekbe jártál? Csöves farmerben, kínai tónacipőbe, szimot igen. Erről van valami Fényfőt, nincs valóban? Nincs. nincs, Nem engedtem, hogy lefeküdjön ezen. Bánok is, meg nem is. <coughs> nincs, nincs erről. Legalábbis én nem tudok róla. De egy ilyen lázadó, csinál. rocker gyereket képzeljek? úgy hittek akkor a csöves? Ugye 1980 körül vagyunk, akkor voltak egyik oldalon a csövesek, másik oldalon meg a popperek, meg a digók, mindegy ez. Már hát tudod, mindig vannak ilyenek. És és én, én, csöves voltam, és Hobóért rajogtam, a Beatriceért rajogtam, a Led Zeppelinért rajongtam. És őszintén szóval ma már ugye nagyon kínos ilyet mondani, mert olyan emberek mondták az elmúlt évtizedekben, akik, akik, akik nem szívesen használom ugyanazokat a szavakat sem, de gyűlöltem a kommunizmust. Igazából szívből, mélyről gyűlöltem. Tettél is annak Felbomlásáért bármit is. csak tettem. amit egy 20 éves gyerek. Senki csehet. nem tett, vagy nagyon kevesen tette. Ne higgyük el ezeket a hazugságokat. Nagyon kevesen tettek érte, én például semmit. De például a rockerek azok isznak? Te ittál is adott esetben? Nem. Nem, nem, nem. nem, nem. Én, én komoly, meglet felnőtt férfiként ízleltem meg lényegében a, az alkoholt. Tehát mondjuk én 30-35 éves koromig egyáltalán nem ittam semmit. És hogy lett belőled? Nagy nem, nem a nagy ivót akartam Ilyettem, hogy Ebből a rocker fiúból hogy lett egy ilyen nagyon komoly intellektuális, visszafogott. Ja, de kedves, hogy olyan szépeket mondasz rólam. Hát a, a kamaszkor elmúlik. Ha nem múlna el, nagyon nagy bajban lenne az emberiség. Elmúlt, elmúltam, egyetemre kerültem, és ezek a dolgok, ezektől a dolgoktól eltávolodtam. Meg főleg eltávolodtam azoktól a gondolatoktól, mint hogy megbukott a kommunizmus. De például az jutott eszembe, hogy az a szerep, amit úgy általában rólad gondolnak az emberek, az szerintem hasonló, mint amit most én mondtam. Hiteles, felkészült, udvarias, elegáns, kedves, okos ember. Még ennyi. <gül> <Hogy>? <gül> Ezzel Igen. úgy nagyjából egészébe te elégedett vagy? Tehát, hogy rólad ezt gondolják az emberek? Ez a szerep, ez, ez neked úgy kedvedre való? Hát le lehet, hogy te azt gondolod, hogy ez gondolják rólam az emberek. Én nem tudom, hogy ezt gondolják rólam az emberek. És egyébként meg az a jó, ha azt gondolják rólam az emberek, hogy olyan vagyok, amilyenként vagyok. Tehát szerintem az egy szenvedés, ha az ember úgy él, hogy más gondolnak róla, mint amilyen. Te szorongó típus vagy? Olyan értelemben, hogy meditatív? Neurotikus? Gondolkodsz, gondolkodsz azon, hogy vajon, vajon ez most jó volt, ez rossz volt, ő mit hihet rólam? Egyre kevesebbet. De régen voltak ilyesfajta... Igen, egy meglehetősen neurotikus ember voltam mindig, de, de, de hogy mondjam, az életemben olyan nagy tétek voltak már, hogy hogy már, már, már úgy igazából nehezen, ne, ne, úgy, nehéz már félni. Most már úgy, mitől? Az RTL-től tulajdonképpen ott hagytuk abba, elkalandoztam itt a kérdésekkel, az RTL klubtól neked miért kellett eljönnöd? most sose derült ki. Számomra sem. Szám, mai napig nem tudod? Nem. Igazából nem. Azt tudom, ezt meg is írtam egyébként az egyik könyvemben név nélkül, hogy az egyik konkurens televízió vezetője felajánlott nekem egy állást néhány hónappal ezelőtt, hogy eljöttem az RTL-től. És hát nem állapodtunk meg, de abban maradtunk, hogy folytatjuk. És az RTL-ben akkor én egyre rosszabbul éreztem magam, egyre, egyre kellemetlenebb volt minden, és akkor kezdődött egy, egy ilyen buta harc, ami amit én provokáltam igazából nem akartak ők engem bántani. azt gondolom, azt hiszem, hogy akkor egy kicsit érettebb, felnőttebb vagyok, akkor a mai napig az RTL-ben dolgoznék. Azt nagyon bánod, hogy ez így alakult? Egyáltalán nem. Jaj, de hogy nem, nem így félreértettél, nem, nem erre van szó, hogy milyen szomorú végül, mert nem dolgozom az RTL-ben. Arról van szó, hogy hát belementem egy ilyen fiatalos kakaskodásba, egy ilyen ökölharcba, aminek már nem tudom az okát. Valójában akkor se tudtam. Hát volt egy ilyen gondolatom, mikor Rendesen kifizettek, elengedtek, hazamentem, hogy most ezt a nagyanyámnak el kéne magyaráznom, hogy most már miért nem dolgozom az RTL-nél, igen nagy bajban lennék. Te egyébként olyan típus vagy, aki kollégaként, vezetőként, hírigazgatóként felvállalja a konfliktusokat? Tehát téged egy cél érdekel, az, hogy legyen műsor, és a. Érdekelt. Érdekelt, igen, igen. bocsánat, most már múlt igen. róla. Igen. Igen, és azt a kollégát, aki, akit nem ugyanez a célvezérelt, legalább ugyanannyi időben, legalább olyan intenzitással, mint engem, azt bántottam. Már milyen értelemben? Minden értelemben. Amit Kendőzetlenül kérdelem. megmondtad a véleményed? Kendőzetlenül. Adott esetben úgy is, hogy meg is bántottad, és mondjuk a lelkémet is. Úgy is úgyis. És nem is értettem, miért tiportam most a lelkébe, hiszen világos, hogy most egy műsort készítünk, mindannyiunk karrierre kockára van téve minden pillanatban, hogy a híradózásban ez a, ez a nehéz, hogy ott, ott, minden mondattal kockára teszed a karrieredet, meg a gyerekeid jövőjét, meg az óvodát, meg az iskoláztatást, meg mindent. Egy mondat és vége. És, 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 és sose értettem, hogy van olyan kolléga, aki mondjuk hazamegy, ha elvégezte a munkáját, és nem várja meg az adást. Ezt érthető ez a mondat? Abszolút. Tehát a, a híradósok egy része készen van a munkájával, amikor kezdődik a híradó, és ő már akkor elmehet. Csak akkor nem látja a híradót. És ezt, ezt egyszerűen nem tudtam felfogni. Hogy hogy tehet valaki ilyet, hogy elmegy? ül a trollin, miközben megy a, megy a tények, vagy az RTL híradó. Most már értem. De amikor ott dolgoztam, nem értettem. Milyen érdekes, hogy ezt mondod, így kívülről nézve a te pályafutásod most foglalkozza veled majd egy hetet. Én azt gondoltam, T -t -t. hogy te egy... Szerintem egy hetet lehet. <laughs> nagyon tanulságos volt, hogy egy ilyen minden, és így is tűnt a képernyőn, és ez jött át nekem, minden szituációban jól érzi magát ez az ember a bőrében. Gondoltam én róla. Akinek nincsenek indulat indulatkitörései, ezek szerint vannak. Tehát azért nem volt egy ennyire kiegyensúlyozott pasas, ugye? Hát sokféle ember van, ugye van az, a, hogy van az a, típus, amit úgy hívnak, hogy szangvinikus. Ugye ez azt jelenti, hogy hirtelen indulatossá válik, hirtelen mérges lesz, veszekszik, kiabál, mit, mit micsoda, és akkor ez pillanatok alatt elmúlik. Én szangvinikus vagyok, ezt a környezetem egyébként nehezen, nehezen, viseli. Tehát mire mondjuk a gyerekeim észreveszik, hogy itt most egy indulatkitörésnek voltak tanulni, már rég elmúlt. Már magam se értem, miért rúgtam bele az ajtóba, de belerúgtam. És akkor mindenki összerezzen, a gyerekek is, hogy mi van, mi van, velem, de már akkor én sem tudom, hogy mi van velem. Ez, ez, ilyen, ez, ez nem, nem kell ezzel foglalkozni, hogy ezt, ezt a környezet elviseli, akkor ez nem érdekes dolog. Nem mész ilyen formán a a gyárat. tehát egy, egy normális mederbe van ez a fajta. A, a Ádám fiamat, aki 7 éve zavarja, és ő el is magyarázta egyszer, talán nem is tudom, Amerikában voltunk a Disney World-ben, és borzasztó éhes voltam. Nem szeretek éhes lenni és elmentünk az étterembe, és nem fértünk be, és örjöngtem. örjönktem, hogy nem kapok enni. És te milyen vagy, amikor örjöngsz? Trágár vagy? Ki a Persze, báz? hát persze, normális ember vagyok. És, és, akkor a, a, fiam, aki akkor hat éves volt, azt elkezdte nekem magyarázni, hogy ezt ne csináljam, mert most lehetne ezt jókedvű is ez az este, és most mindent elrontok. Ez tanulságos volt, megpróbáltam lehigadni, de persze nem tudok ezen változtatni. Hát ez, az ember fegyelmezi magát egy ideig, lenyeli az első öt mondatot, az hatodik meg ilyen. Ha már a kaját említettük itt, és az ételeket, azt hallottam rólad, hogy hihetetlen, hogy ínyenc vagy. Tehát adott esetben kilométereket, vagy tíz kilométereket is képes vagy elmenni egy jó vacsoráért, egy jó ételért, egy jó italért. Vagy tízezret. Vagy tízezret is? Uh -huh. Minőségfüggő is vagy? Nem vagyok válogatós. Tehát én mondjuk egy menzán simán, simán találok magamnak kaját, amit megegyek. Sőt, tulajdonképpen a menzán bármilyen kaját nagyon szívesen megeszek. Egyáltalán nem vagyok válogatós, de vannak ételek, amiket, amiket hajlandó vagyok tényleg repülőre ülni. Tehát egy, egy, jó New York stripér, ugye az egy hátszín szelet, amiről ne kezdjünk el beszélgetni, mert akkor az 50 perc nagyon kevésnek fog bizonyulni, vagy a hátra néhány. Egy jó New York stripér, én képes vagyok hetekig tervezni egy utazást, kifizetni a, a, repülőjegyárát, vagy autóban ülni akár 12 órát, megvacsorázni és hazajönni. Te enni szeret? Azt az élményt szereted, vagy már az is egy élmény, amikor tervezheted, és ja, készülsz rá az két is egy két élmény. Így. Tehát most, ha erről beszélgetni, ez egy, ez egy gasztronómiai műsor lenne, akkor el tudnám neked sorolni a világon azokat az éttermeket, ahol a steak a legjobb, azok közül, ahol jártam. És, és hogy hogyan sütik, és kik sütik, és, és, milyen a hús, és hogy néz ki az étterem, és mennyi idő után hozzák ki, és hány színű, és nem tudom micsoda. Erről órákig tudok beszélgetni, és hetekig tudok készülni rá, hogy akkor december 17-én, majd abban az étteremben, Londonban, vagy, vagy Orlando, vagy nem tudom hol, sztéket fogok enni. De nagyjából ennyi, ennyi őrültség van a fejemben, több, több nincs. Az igaz, ha már itt tartunk, ezt nem is akartam elérni, hogy Eminemért te képes vagy több száz kilométert autózni? Hát az is ezer volt. Az is ezer volt? Hát igen, mert Hamburgban volt Eminem koncert, ami igen messze van tőlünk, ugye ez egy éjszak német város, én Eminemet már akkor is nagyon szerettem, mikor még mások nem, Ugye ez jó rég volt. Hát mondjuk el, hogy lehet, hogy idősebb nézőink nem tudják, Eminem egy meglehetősen hát hogy mondjam, szabadszájú repper. Tehát hát egy... igen, de vannak már nála szabadszájúban. Vannak szájúba, nála. Meg is. Ez így van. De mondjuk de... nem egy magas popkultúra, amit képvisel. Szóval egy az. Szerintem igen. Szerintem igen. Magas popkultúra, sőt a popot is kihagyhatod, mert persze popkultúra, de, de ő, 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 egy zenész. Én azt gondolom, hogy ez komoly zene. Tehát ennyire rajongsz a rappért, hogy adott ne, a Nem, de nem. Én a jó zenét rajongok, tehát, tehát nekem nincs nagy vagyonom, nem vagyok gazdag ember, ami pénzem volt, az lényegében elutaztam. Persze jó, van lakásom, meg autóm. És, és ezért sok felé jártam a világban, és sokszor zene alapján mentem. Tehát volt egy csodálatos Don Giovanni előadása a Metropolitanben, és tudtam, hogy ez nem tudom, másfél év múlva lesz. Akkor másfél évig készültem rá, és elmentünk a feleségemmel. Csodálatos dolog, hogy megtehettem, vagy meg, megtehetem, ha esetleg úgy alakul. Én így voltam Eminemmel is. És ilyenkor például énekelsz is a koncert? Hát eminemet, ő sem énekel. <laughs> <laughs> Úgyhogy ez nem, nem kell énekelni, meg a Don giovanni sem lehet Na, a Don Giovanni-ra én nem gondoltam, az Eminemre gondoltam. Tehát ott egy... Hát egy ki, 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 tudok vetközni Igen, magamból. Azt akartam, voltam az tudok szóval szóval magamból. Néztem, magamból. Igen, de én most voltam nemrég a Valás Fecó koncerten, aki szintén fiatalkoromnak egy idolja, és, és én ott is, ott is, ott is ki tudtam vetközni magamból. Még egy érdekes dolgot megemlítenék, mert nekem mutatják, lassan lejárt az időm, lenne még mit kérdezni tőled. Állítólag neked gyakorlatilag nincs arcmemóriád. Ez igaz? Se arc, se név. Sajnos. Név se? se. Ez egy betegség egyébként, aminek már többször megtanultam, nem csak elfelejtettem mindig. Annyira félek már attól, hogy egy nevet ki kell mondanom, hogy már percekkel, sőt, órákkal, sőt van, hogy már előző nap elkezdek szorongani, azt a nevet majd abban a helyzetben ki kell mondanom. Tehát én már ültem úgy Kunce Gáborral interjú helyzetben, mindjárt vége. Ültem úgy, Van még az ja, ültem úgy Kunce Gáborral interjú helyzetben, hogy vendégem... És nem is ott Amikor a Rádió dolgoztam, akkor ugye a kollégák minden sort leírtak. Lényegében kötelező is volt. De hát mondjuk nem írták le a nevüket. Én oda mentem üres papírral, mert papírok nélkül nem mertem, tehát ezek az, a felkonferáló szövegek nem voltak megírva, csak kitaláltam őket, viszont leírtam minden tudósító nevét, és leírtam a saját nevemet is. Ez javult valamit ne, az idővel? Egyre hallottál. rosszabb. Ugyanolyan? Egyre rosszabb? Tehát elképzelhető, ugye mi nem sokszor láttuk egymást az életben, elképzelhető, hogy találkozunk az utcán, és nem foglak megismerni, és te ezen meg fogsz bántódni. És nincs igazad, mert nem tehetek róla. Tehát most ezt elmondtuk, a nézők ezt látták, esetleg egyik mások ismerősöd, akivel találkozol, így. Hiába, mindenkinek elmondom. És az emberek nem képesek ezt tolerálni. Te például ilyenkor azon gondolkodtam most az időt eszembe, hogy ha én így járnék, mint te, akkor én eljátszanám-e azt, hogy ismerem, hogy kereken megmondom, fogalmam is, hogy fogalmaz. meg. Számtalan verzió van erre. Számtalan. Ah, úgy ugye, mert nem tudom, hogy tegezem vagy magázom. Jaj, de rég nem találkoztunk már, kikerültem ugye a, a tegezést, illetve a magázást. és nagyon-nagyon sokféle technikát tudok neked elmesélni arra, hogy hogyan lehet ezeket a helyzeteket megúszni, de nem mindig úszom meg. Tehát a, a, ezt még elmondhatom? Egész nyugodtan, még három perc. Ja, ha, három perc, ez majdnem egy híradó. Szóval. Valamelyik nap valaki mesélt egy történetet, és belefűzte a nevét, és kérdeztem, hogy ki, ki az? Mondta, hogy hát én. De nekem fogalmam nem volt róla, már hogy ő. Fogalmad nem volt róla, hogy kivel beszélgetek. Ez elég gyakori velem, sajnos. Hát ez legyen a legnagyobb baj. Nem kis én. baj. Nem kis baj. Hát azért nem ezek a nagy bajok az életben. Nem kis gondolom. baj. <laughs> mi ma a legfontosabb, vagy mi fontos neked ma az életedben? Á, hát a gyerekek. A legfontosabbak most már. Négy gyereked van, ugye? Mm. A legnagyobb ő író, ír, ír. Hír. Hát ő, igen, harmadikos gimnazista, egyetemet kell neki talán. <coughs> Mi borzasztó nehéz. Lányod, nagyobbik lányod, ő mondjuk most korú. Igen. És van egy 7 éves Ádám, meg egy 4 éves Aki a focizik. És igen. hát én Annára vagyok, megmondom őszintén így olvasva igen. ezzel kapcsolatos információkat, hát én rá vagyok a legkíváncsibb. Szóval igen. Hát ilyen nyakas, Öntörvényű teremtést, hány? Négy éves? Négy éves. Igen. Hát az én még nem nagyon hallottam. Nem, én sem, soha életemben nem láttam ilyet, nem hallottam ilyet. Egy, 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 hogy mondjam. Egy, egy, né, egy négy éves barnahajú bin Laden-t tessék elképzelni aki szé lényegében szétrobbantotta maga körül a családot. Azt csinál veletek, amit akar? A, nem, mert próbálunk ellenállni, tehát egy állandó háború van. Gyakorlatilag egy, egy terrorfenyegetés az életünk. Nem lehet jobban szeretni gyereket, mint ahogy szeretem. Tehát semmi rosszat nem mondok róla. De vele kapcsolatban merült föl a gyámhatóságnak egy bizonyos véleménye? Ez hát, abszolút tudt? fölmerült, így van, jól tudod, mindent jól tudsz, mert hogy volt egy szituáció, amikor könyörögtünk, nem állsz fel, de lemászott agyrázkodás két hétre rá, nem állsz föl, fölmászott, leesett, agyrázkodás. És amikor másodszor két héten belül visszavittük az orvoshoz, akkor azt mondta, hogy ő ezt most nem, hogy mondjam, nem könyveli el agyrázkodásként, mert hogyha ilyen rövid időn belül egy gyerek kétszer agyrázkodással jelentkezik a kórházba, azt neki már jelenteni kell a gyámhatóságnál. De megúsztuk, nem jelentette. Jobban érzed azért most magad, onnával Hint? foglalkozva, a fiaddal foglalkozva, a gyerekeiddel foglalkozva, amikor mikor az euróárfolyamot kutattad, és arról a nagy de nem azért, mert az euró árfolyamot kutattam, valóban jobban, jobb, jobb, jobb most az életem, mint négy-öt évvel ezelőtt, de csak azért, mert semmi olyasminek nem kell megfelelnem, aminek nem kell megfelelni. Semmi olyasminek nem kell megfelelnem, aminek nem akarok megfelelni, ezt akartam mondani. Tehát csak annak kell megfelelnem, aminek meg akarok felelni. Tudnánk még miről beszélgetni, de az jutott eszembe, és ez lesz a záró történet, ha jól emlékszem, egy történetre veled kapcsolatban az jutott eszembe most, ahogy így annáról nagyon szépen beszéltél, és a gyerekeidről. Déri János már nagyon betegen. Általában megkeresett téged, tudva azt, hogy visszafordíthatatlan közeleg, és azt mondta neked, hogy András nem éri meg. Tehát ezt nem szabad csinálni. A karriert, a munkát nem látom felnőni a gyerekeimet. Jól tudom? Tehát nagyjából nem lesz így. volt? Nem, egyáltalán nem. Lehet, hogy így ötven felé közeledve eszméltél rá Déri János mondataira? Nem. Nem. Én akkor is értettem, és most se értek vele egyet. Nem értesz? Nem, egyet? nem értek vele egyet. Tehát ő, ő ugye fiatalon lett nagyon beteg, nagyon-nagyon beteg, hosszú ideig kínlódott ettől a betegségtől, és, és azt gondolta, hogy nem érte meg a, a rengeteg rohanás, hogy, hogy az örömöket föladta, és, és mindig loholt valami után. És ő ezt akkor elmondta, én értettem, amit mond. De én ezt nem így gondolom. Hát én nem, én nem bántam meg, hogy így, így éltem eddig az életemet ilyen, ilyen őrületes rohanásban, és ennyi minden történt velem. Szerintem nem, nem lenne, jobb, nem lenne jobb, hanem így lett volna. Hogy Jánosra nagyon nagy, nagyon nagy, szeretettel emlékszem, és sokat gondolok erre a mondatára, és sokat vívódom is vele. De, de azt hiszem, hogy, hogy, hogy jó, hogy nem fogadtam meg, amit mondott most, azt gondolom. Gondoltam már mást is. Úgy jó minden, ahogy van. Úgy érzed. Most hát nézd, nézd, ebben az országban borzalmas sorsokat látok, szörnyű szegénységet látok, boldogtalanságot látok. Azt hiszem, hogy az utolsók között vagyok, aki, akinek joga van panaszkodni. Maradjon ez így, én őszintén kívánom. Köszönöm. És én azt tudom, hogy nem szeretett, ha ezt mondják. Én azért visszavállak nézőként a képernyőre. És a, a szatellit félem is Én azt nagyon hiányolom. Nem is a híradót, azt látom, hogy vagy, vagy úgy érzem, hogy nem nagyon fogod csinálni minden. ezeket a beszélgetéseket. Én nagyon szívesen nézném tőle, nagyon sokat tanultam. Inkább te csinál, abból a ez már, jó? Köszönöm szépen. Én köszönöm.